Bárány. 92-be kerültem ide Dévára, és igazából hát itt se volt egy tudatos döntés, hanem nagyon sok koldus volt az utcán. Ezek a templom elé is eljöttek. Egy mise után nagyon nehéz volt azt mondani, hogy járjatok békével, de közben a gyerek nyújtsa feléd a kezét. És akkor néhány gyereket meghívtam egy ebédre. Annak a gyereknek, aki testi, lelki, fizikai integritása, épsége veszélybe van, az kérheti, hogy Isten nevével fogadjuk be. A kedves nevelőnő, az most jön, szeptemberben kezd az első egész évét. Két dévai legényke, meghalt sajnos nekik az apukájuk, és akkor anyukájuk elhozta hozzá. Egy gyerek, ha azt tapasztalja meg, hogy egy jó edző mellett belőlem bajnok lehet, akkor nagyon hálás, és ragaszkodik, és szeretettel van. Elég gyengén tanult, köztünk legyen mondva. Itt volt egész kiskorától, és aztán egyszer úgy döntött, hogy akkor haza akar menni. Az apukájával együtt akar dolgozni, és vasat gyűjteni. Aztán fogta magát, és hazament a 2 éve, egy évet kimaradt az iskolából. Sírva visszajött, és úgy megtáltosodott, hogy első tanuló lett. Saját bőrén megtapasztalta, nem olyan könnyű ócskavas gyűjtésben megélni. Ő kell döntsön, én a labdát oda tudom gurítani a lábához, de a gólt ő kell berúgja. Lelkileg úgy érzem, legtöbb gyerek, aki hozzánk kerül, sokkal érettebb, tehát sokkal nyitottabb. Nagyon mély megtérések vannak így a gyerekek között is. Én azt tapasztaltam, hogy de nem csak azért, mert én ebbe az irányba próbálom őket vezetni. Nemrég volt az egyik kislány, egy újonnan idejött gyerek, nagyon sírt, és akkor egy idősebb, hát az is egy olyan 5. lányka volt, belekarolt, és elvitte a templomba, és mondta, nézd, itt van Jézus, ő a mi mennyei atyánk, bízzál benne, segít rajtunk. Ő Temesváron került hozzánk. Egyedül maradt, és akkor egy nagynénje elment, és elhozta ide hozzánk. Nincs itt bezárva, se ajtó, se ablak, tehát ha akarna, elmehetne tőlünk, de nem megy el, nem? És mi nem mész el? Azért, mert jó itt. Őket bárki, bármelyik rokonuk meglátogathatja. A Denis, a komisz, ez nem véletlen ez a név, de már azóta nagyon sokat fejlődött. Meg szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem tudok egy új világot teremteni, ez a világ van. És fel kell nőni oda, hogy ebbe a világba, akár a jéghátán is megáld a helyedet. Tudatosítanunk kellene, hogy ezt a hát egy létért való küzdelmet, mint olyant, ezt nem a 21. század fedezte fel, hanem ez ugye az erdőben 20 őzikéből 2-3 nő fel, a többit megeszik a farkasok. Tehát, hogy mondjam, Isten egyetlen éjszakát az összes farkas levadászhatná, nem teszi meg. Hogy valamilyen módon az emberek világa is tetszik, nem tetszik nekünk, hát egy ilyen fajta állandó kiválasztódás alatt áll. Tehát azok az emberek, azok a közösségek, akik össze tudnak fogni, akiben meg lehet bízni, akiben értékek vannak, hát azok tovább fognak menni. Eljött 2 utcanő egyszer, nagyon ruhájukról látszott, hogy ez van. Kérdezték, hogy vannak-e nálunk utcanő gyerekek. Hát mondtam, hogy sajnos vannak, mert hogy ne lennének. És akkor átadtak egy borítékot, nagyon kedvesen elbeszélgettek, 5000 euró volt benne, szó nélkül elmentek. Tehát hogy mondjam, tehát sokszor egy-egy réteget olyan könnyen leírunk, vagy elítélünk. Nem tudom, hogy szabad-e nekünk csak azért, mert valaki templomba jár, azért jónak titulálni őt, vagy esetleg pontosan még nem találta meg ezt az utat, akkor azt végérvényesen elítélni. Tehát én azt gondolom, hogy minden emberben vannak értékek. Higgyünk abba, hogy igenis, tehát nem valaminek a végén állunk, nem az emberi civilizációnak a szakadék a szélé, hanem egy hihetetlen távlat van előttünk. Tehát bízzunk abba, hogy Jézus Krisztusban igenis képes a világ megújulni, tovább menni. Jézus a maga örömét szeretné megosztani velünk. És hiszem, hogy Istennek az egyik nagy öröme az, hogy jónak lenni jó.